Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének 6. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk Illés Mária 1961-ben született Kalocsán. Biológia tagozaton érettségizett, majd Szegeden szerzett diplomát zongora és szolfés szakon, Bódás Péter osztályában. Muzikológusi diplomáját a Zeneakadémián szerezte meg. Tanárai voltak itt Kró György, Dobszai László, Sonfai László és Batta András is. 1994-ben Szegedre költözött családjával, férjével és 3 gyermekével. Ez évtől tanít a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karán. Rendszeres kurzusai egyetemes és magyar zenetörténet, stílusismeret, műismeret. Zenetörténészként elsősorban szegedi vonatkozású témákkal foglalkozik, különösen Vántus István művészetével. Doktori értekezésének címe a Tiszta hangok titka, Vántus István művészete zeneelméleti rendszerének tükrében. 2015-ben könyvként is megjelent disszertációja, Tiszta hangok címmel, újabb kutatási eredményeivel bővítve. A zeneművészeti kar képviseletében a kezdetektől tagja volt az Országos Tudományos Diákkör művészeti szekciójának kialakítását előkészítő szakmai bizottságnak. 2002 tavaszán részt vállalt a zeneművészeti kar TDK szervezetének létrehozásában. A kari tudományos diákköri tanács elnöke. Témavezetője volt 8 országos helyezést elért pályamunkának. 1995-től tagja a Magyar Zenetudomány és Zenekritikai Társaságnak. 2006-tól tagja, 2010-től vezetőségi tagja a Vántus István Társaságnak. 2008-tól a Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Kollégium Bölcsészettudományi és Művészetek Szekciójának védnöke. 2008-ban a kortárs zenével kapcsolatos pedagógiai munkásságáért Artisius díjat kapott. 2011-ben a 30. jubileumi OTDK rendezvényeihez kapcsolódóan az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesít. Felkérem Illés Mária docensasszonyt, tartsa meg előadását. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot és a tévénézőket. Mint azt önök nagyon jól tudják, ennek a szemeszternek a Szabad Egyetemen belül a nők a tudományban a témája. Ezért gondoltam, hogy ezt a témát kicsit tovább gondolva a nők a művészetben, illetve konkrétan a nők a zeneszerzésben témát választom mai előadásom alapjául. A téma kapcsán számomra a legérdekesebbnek látszó időszak a 19. század, a polgárosodásnak a kora, amikor a polgári zenekultúra kialakul és ki is teljesedik. Tovább szűkítve a kört, a német terület az, ami a leginkább egységesnek és izgalmasnak látszik, úgyhogy innen választottam 5 zeneszerzőnőt a mai előadásomra, akik valamilyen módon a kortársak, illetve az utókor szemében kimagaslót, vagy legalábbis figyelemre méltót alkottak, illetve legalábbis valami botrány, vagy szenzáció, vagy valami miatt híres a nevük. Virginia Woolf, ennek a korszaknak a végén, tehát ennek a polgári világnak a végén körülbelül, 1929-ben a Saját szoba című esszéjében azt fogalmazza meg, hogy ahhoz, hogy egy nő a férfiakéhoz méltó alkotást hozzon létre, elég egy saját szoba és némi pénz. Na most ebből a könyvből olvasnék egy részletet. Egy zenetörténeti munka nagyon felkavarta őt, és több szót ejt erről az írásról. Olvasok egy részletet a Virginia Woolf könyvéből tehát. És íme, mondtam felütve egy zenei könyvet, ugyanezeket a szavakat alkalmazzák ma is az úrnak 1928. esztendejében arra a nőre, aki zenét szerez. És akkor jön az idézet,
Mademoiselle Germaine Taillefer-re kapcsolatban az ember csak Dr. Johnson verdikét ismételheti a prédikálónőről, lefordítva a zene nyelvére. Uram, ha egy nő zenét szerez, az olyan, mint amikor egy kutya a hátsó lábán sétál. Nem csinálja jól, de meglepő, hogy egyáltalán képes rá. Ilyen pontosan ismétli magát a történelem, mondja Virginia Woolf. Most szeretném azt hozzáfűzni, hogy ez a Cecil Gray, aki ezt írta, ez nem volt egy elvetemült ember, egy nagyon neves, konszolidált zenetörténész volt, aki Kodállyal, mondhatni, baráti viszonyban volt, Bartókot nagyon nagyra tartotta, többször járt Budapesten, és egyáltalán egy komoly munkásságot hagyott maga után. Ez valóban egy nagyon durva, még ha idézet is tőle, de egy nagyon durva fogalmazásmód. Az a szomorúbb, hogy ez nagyjából általános véleményt tükröz, hogyha egy kicsit konszolidáltabb fogalmazásban néznénk. Miért van ez így, ez a nagyon nagy ellenkezés a zeneszerzésre, amikor a nők tulajdonképpen a zeneéletben fontos szerepet játszanak már korábban is. A polgári zenekultúrának, ugye tudjuk, hogy nagyon fontos eleme az, hogy a polgárság úgy igyekszik felzárkózni, hogy a művelődésben az arisztokráciát követi. És minták alapján nagyon fontossá válik a lánygyermekek zenei nevelése. És ugye feladata lesz a női nemnek a szórakoztatás és a kapcsolatteremtés. És hát ezt 1876-ban írják le, amit olvasható, hogy egészen az alsóbb néprédekig a lányoknak szinte a hozományához tartozó az, hogy tudjanak egy kicsit zongorázni és énekelni. Ugyanakkor a zeneszerzéssel más a helyzet. Tehát ez természetesnek veszik, hogy kell egy kicsit zongorázgatni, meg kell egy kicsit énekelgetni. De a zeneszerzés az más. Ezt gondolják, hogy tulajdonképpen a nők, ha egyáltalán valamit komponálhatnak, azok csak ilyen kisebb léptékű dolgok, és formálásban abban biztos, hogy nem lesznek jók. 1848-ból való, egy zenei szaklapból való ez az idézet, hogy a zeneszerzés sokkal kevésbé elérhető a női nem számára, és hiányzik belőlük az erő, és még a találékonyság is ahhoz, hogy valódi remek műveket hozzanak létre, vagy egyáltalán számot tevezze szerzői munkásságot. Hadas Miklósnak a nagydoktori disszertációja többek között kitér a zenei munkamegosztás kérdésére is. És azt állítja, hogy létezik a zenei erőtérben férfi uralom, csak olyan szintű öntudatlan beállítások következnek, hogy az ember észre se veszi. Tehát a résztvevők szinte észre se veszik ezt a beállítódást. Azt mondja, hogy azért is van ez így, mert ilyen nagyon-nagyon ősi, bevésődött dolgokhoz kötődik, hogy például a nők szeretik az intim, zárt tereket, tehát a kis terekben való mozgást, és szeretik, hogyha jól belátható, áttekinthető, amit csinálnak, tehát ilyen áttekinthető foglalatosságok, mint például lakásbelső díszítés, kézi munkázás, akár versírás, akár zongorázás, kamarazenés, ezek mind passzolnak. A zeneszerzés az hasonlónak tűnik. Ugye leül az ember és megírja a darabot. Csak az, hogy itt folytatás van. Tehát onnantól kezdve, hogy a mű kész, onnantól kezdve kikerül, és több embert kell mozgatni, hogy az megszólaljon, és olyan minőségben szólaljon meg. És gyakorlatilag Hadas Miklós bevezeti a hatalom fogalmát. Tehát, hogy a hatalom az, ami nincs meg a nőnek ahhoz, hogy olyan kompozíciókat létrehozzon, hiszen nem az asztalfióknak akar írni, és hogy ez okozza itt a problémát. Most én még hozzátenném azt, hogy a hatalom fogalmához, hogy ezt a régi mondást, hogy a tudás hatalom, tehát, hogy a lányoknak az iskolázása se volt olyan szintű, ami a zeneszerzéshez kell. Tehát a zeneszerzés az a zenei munkáknak a legmagasabb szintű elvárásait mutatja fel, tehát gyakorlatilag szinte a tudós zenész a zeneszerző, és nagyon kevés lány jutott el ilyen iskolázottságig korábban. Először egy olyan művel kezdem, egy olyan hölgyel, aki megfelel ezeknek az elvárás, vagyis ennek a képnek, amit a férfiak kialakítottak a zeneszerző nőkről. Egy olyan darabot hozok, amit nem tudom, lehet, hogy itt sokan ismernek is, csak nem tudják, mert ismerős a dallam. Ez a Szűz imája darab. Ez 18 évesen írta egy leányka, így hívják, hogy Tekla Badarzewska, lengyel lány volt, természetesen a nevéből ez látszik, és azt mondja a Gróf zenei lexikon, hogy zeneileg képzetlen volt. Hát nyilván tanult valamennyit zongorázni, de nem voltak meg azok a tanulmányok, amik a zeneszerzéshez kellenek. 35 ilyen kis darabot írt, de csak ez az egy lett ilyen nagyon híres.
Itt van néhány évszám, hogy mikor, hol adták ki, de a döbbenetes az, hogy 80 különböző kiadó kiadta ezt a művet, még Ausztráliában is, Amerikában is. Szóval elképesztő a siker. Ezt most hallgassuk meg. Elkezdődött a dolog egy egyszerű lefelé skálázással, most meg egy nagyon egyszerű kis hullámzó, akkordfelbontásos dallamban. És most még egyszer kezdődik, ismétlés. Gyakorlatilag nem történik benne semmi, mondhatom, és ez még megy így egy darabig, nem fogjuk végighallgatni. Semmi különös, csak éppen tényleg semmi különös. Most még egyszer elkezdődik. Ugye fönt akkordfelbontás, lent akkordfelbontás, ilyen hullámzó mozgás. Most azért hagyom ilyen sokáig, hogy lássák, hogy tényleg ugyanez van mindig. Korábban nem voltak ilyen művek. Ez gyakorlatilag 4 akkord. Az, ami a manapság nagyon sok slágerem van, biztos láttak ilyet a YouTube-on, hogy 4 akkord, és akkor egy csomó szám megy ugyanarra. Korábban ilyen nem volt. Itt most ez a darab ezt megcsinálta. Nagyon tetszett az embereknek. Ez kellett. Na most ebből azt következett, hogy ez a hölgy, aki 27 évet élt mindössze, 5 gyermeket szült ez alatt, és gyakorlatilag nem egy zeneszerzői pálya, csak ez a darab ennyire nagy karriert futott be. A síremlékén ugye ott látszik, hogy komponálja a Szűzi Máját, és a lánykori nevén szerepel a síremléken, ez is nagyon-nagyon különleges, és oda van írva, hogy zongorista zeneszerző. Tehát még a síremléke is ezt a darabot örökíti meg. Miért ez a hatalmas siker? Hát egyrészt ugye, amit mondtam, hogy borzasztóan könnyen hallgatható a zene. Nagyon könnyű. Meghallom, és utána ellazulhatok, mert mindig ugyanaz jön. De a másik az nagyon érdekes, hogy egy közkedvelt képhez kapcsolódik, ami verseket, illetve irodalmi és zenei alkotásokat is jelent. Tehát például itt van a háttérben Zajménynek az Imádkozó lány című verse, amit Beethoven úgynevezett Holtvény szonátájával is összefüggésbe szoktak hozni. Nyilván nem az ihlette, de Beethoven szerette ezt a verset, ez kétségtelen. És a holdfény, ez most megint egy új szó, ugye, ami bejön a képbe, ezt 1824-ben Rellstab kötötte hozzá ehhez a bizonyos Opus 27-es cis-moll szonátához. Tehát magyarán ezt a szonátát szalonzeneként játszották a korszakban, úgy, hogy holdfény és imádkozó lány. Elindítom, bár mindenki ismeri, gondolom, de egy picikét az elejét megmutatom. Ugye, ahogy teklánál, itt is akkordfelbontás van. Tehát tulajdonképpen a 18 éves kislány, ártatlan kislány utánozott egy képet. Az imádkozó lánykához eszébe jutott ez az imádkozós, holdfényes történeteket ide kapcsoló kezdet. Aztán a másik darabja, először még megmutatom, hogy a másik irodalmi mű, az Walter Scottnak a Tóhölgye, ami ugye 1810-ben jelent meg, és néhány évtizedig nagyon népszerű volt német területen. Többek között a Rossini opera is, ami ebből készült, az is nagyon népszerű volt itt német területen, és Schubert egy 7 tételes, hát mondjuk, hogy dalciklust írt ebből a műből. Ennek az egyik tétele a híres Ave Maria. Most az Ave Maria az nem a liturgikus Ave Maria, hanem ebből a Tóhölgyéből való jelenet, amikor a Tóhölgye, a szűz, a tavon imádkozik Szűz Máriához, hogy mentse meg az ő szerelmét, és hogy hozzon békét. A refrénje az, hogy Ave Maria, de egyébként ez egy német, vagyis hogy egy lefordítottan német szöveg, ugye. Most ebbe is belehallgatunk. Ez is felépítését tekintve zeneileg ugye hasonló, és látszik, hogy mintát adott. Ugye akkordfelbontás,
szép a felvétel egyébként. Úgy látszik, már otthon is tetszett, hogy ilyen hosszan hagytam. De most már leveszem. Oké. Bocsánat. Tehát, hogy egy olyan képről van szó, ami a nagy, magas, értékes művészetben ugyanúgy hatott, csak ez egy kicsit ilyen, hát, hogy mondjam, lebutított változata ennek a képnek, ami már egy kicsit túl negédessé vált. Folytatnám a történetét ennek a darabnak. Eszméletlen durva kirohanást rendeztek ellene a kritikusok, tehát a szakma és a kritikusok. Már ugye a 19. században a szalon mocsok legfőbb kifejezője. A tömegek legalacsonyabb zenei összöneit kiszolgáló álművészet. 1901 és 1970, nem sokkal a halála után a legdurvább, ami személyében is sértő, tehát kegyeletsértő, hogy korai halála szerencsénkre megakadályozta abban, hogy hasonlók alárassza a világot. Na most miért ez a nagyon nagy durvaság? Hát egyrészt szerintem benne van az, hogy egy teljesen kiszolgáltatott, hatalmat semmilyen szempontból nem bíró nőről van szó. Tehát lehetett tiporni egyik. A másik viszont zenetörténetileg sokkal fontosabb az, hogy tulajdonképpen rémülten konstatálta a világ, a zenei világ, a szakma, hogy a tömegek ízlésének a kényszerítő erejével most már szembe kell nézni. Tehát, hogy egyszerűen nincs tovább, elkezdődik a populáris zene, hogy így mondjam. Tehát, hogy oda jutunk, hogy eláraszt bennünket ez. Tehát ennek van komoly oka, minden esetre nagyon látványos a történet, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg a populáris zenének egy látványos kezdetét jelenti. 1935-ben feldolgozta Bob Wills, és lett belőle egy jó kis country standard, megmutatom. Tehát gyakorlatilag a jazznek egy ilyen alapdarabja. Tehát így mondom, ez a 4 akkord, tehát szinte direkt be innen jön. Jó, szóval, hogy láthatjuk, hogy föl lehet ismerni azért az eredeti dallamot. Még mielőtt a következőre térnék, két dolgot akartam mondani ezzel a dologgal kapcsolatban. Az egyik az, hogy annyira híres lett Tekla Badarzewska, hogy a Vénusz bolygón krátert neveztek el róla. Tehát a Vénusz bolygón a krátereket híres nőkről nevezték el. Összesen 3 zeneszerzőnő van, akiről krátert neveztek el. Az egyik ő. A másik egyébként Klára Schumann, akiről ma még lesz szó. A harmadik pedig egy barokk opera szerzőnő. De hogy köztük van, ez valami döbbenet. A másik pedig, amit mondani akarok, hogy ma újra reneszánszát érje ez a darab. Nem értettem, hogy fölmentem a YouTube-ra, akkor miért, mint egy csomó japán előadó játssza ezt a darabot, és olyan fura volt, hogy miért is. És utána mentem, és kiderült, hogy a Strawberry Panic nevű animében, japán filmsorozatban a szereplők játsszák ezt a darabot. És most megőrül érte egy újabb generáció. Szóval ilyenek a dolgok. Na jó, tehát a következő szerzőnő, akivel foglalkozni szeretnék, az egy derékba tört pályát mutat. Egy számomra tragikus derékba tört pálya. Ugye Alma Mahlerről van szó, akinek a lánykori neve Schindler. Bécsben úgy emlegették őt, hogy a legszebb nő, meg hogy mágikus nő. Amerikában az emigrációban pedig 4 művészet özvegye, akkor már özvegy volt. Ők itt a férjei, illetve Oszkár Kokoska, az nem volt a férje, csak hosszú ideig a szeretője. Tehát tényleg a 4 művészet körbevette őt. És számomra az az ijesztő, vagy nem is tudom, túlzás, hogy a vonzónő szimbóluma lett,
és az ő tehetsége és az ő alkotása teljesen háttérbe szorul. Nézzük meg, hogy mi mindent lehet látni. Egyébként ő maga sem nagyon tiltakozott ez ellen. A Mein Leben könyvében is, hát ő nagyon sok szó esik a szerelméről, úgyhogy magyarul, szerintem ez nagyon durva fordítás, a Mein Lebent úgy fordították, hogy férjeim, szerelmeim. Tehát még tovább hangsúlyozza ezt a dolgot. Halál után egy évvel jelent meg róla egy kabarédal, ami szintén erről szól, és hát mondjuk egy kedves hangulatot meg is fogom mutatni mindjárt, hogy mi a titka ennek a nagy hódításnak. És hát ugye látjuk a hódítás művészete, illetve készült egy polidráma róla, ahol a különböző termekben a különböző szerelmi történetei zajlanak, és akkor a közönség ilyen interaktívan tudja ezt módosítani. És ebből film is készült, a filmből látják ezt a kockát. Megmutatom ezt az almaszongot, gyakorlatilag egy kabarédal 1965-ből. The loveliest girl in Vienna was Alma, the smartest as well. Once you picked her up on your antenna, you'd never be free of her spell. Her lovers were many and varied from the day she began her begin. Sajnos nincs időnk, hogy tovább hallgassuk, pedig szerintem aranyos, csak éppen elég kellemetlen, hogy így emlékezünk egy nagyon tehetséges nőre. Alma Mahler édesapja festőművész volt, és úgy nőtt föl, hogy a művészet itatta át a családi légkört, és pátyolgatták az ő tehetségét. Viszont édesapa nagyon hamar meghalt, és talán egy ilyen apakép keresés miatt 22 évesen hozzáment Mahlerhez, Gustav Mahlerhez, aki akkor már befutott zeneszerző volt és operaigazgató. Na ez nem lett volna baj, csak az volt a baj, hogy Mahler azt mondta, hogy innentől kezdve én vagyok a zeneszerző. Eljegyzési idő alatt gyakorlatilag választás elé állította Almát, úgyhogy meg se nézte a műveit. Választás elé állította Almát, hogy vagy a házasság, vagy a zeneszerzés. És Alma döntött, és Mahler mellett maradt, de innentől kezdve nem komponált. Később sem, amikor Mahler meghalt, nem tudott már többet komponálni. Úgyhogy igazából ez egy nagyon fájó pont volt az életében. És be is hoztam ezt a Férjeim, szerelmeim könyvet. Ebből egy picit olvasnék. Az ő számára másolok, zongorázom, hogy elnyerjem elismerését, görögül tanulok. Olvasom a könyveket, amelyeket ő szeret, mindezt ugyanabból az okból. De mindig újra felágaskodik bennem a büszkeség, a becsvágy, a hírnév óhajtása, ahelyett, hogy arra törekednék, hogy szépé tegyem az ő életét, ami az egyetlen dolog, amiért a világra jöttem, amiért jogom van a létezésre. Szóval ezután, ha meghallgatjuk azt a dalt, amit most hoztam, láthatjuk, hogy ennél többre is joga lett volna. Mahler adatta ki 1910-ben az első 5 dalát, mert hogy amikor Alma viszont kezdett Oszkár Kokoskával, és Mahler megijedt, hogy veszélyben van a házasság, akkor elővette ezeket a kottákat, és látta, hogy jók. Tehát 5-5 kiválasztott, és ebből az 5-ből az utolsót indítom most. Az első percben hallatszik, hogy ez egy különleges hangulat. Tehát nem egy tucat zene, hanem van karaktere. Tehát itt a hajladozva szó ábrázás, akkor most jön a kitörés. Ami még hátra van, az 3 zeneszerzőn, akik mind jelentőset alkottak. Az elsőre azt mondanám, hogy lázadó, a másodikra azt mondanám, hogy karrierépítőt, aki a saját karrierét föl tudta építeni, és a harmadikra azt mondanám, hogy egy hihetetlen zenei pálya végén egy alkotói megtorpanás jellemzi, egy titokzatos, mondhatni titokzatos alkotói megtorpanás. Fanny Mendelssohn
egy különleges családba született, ugye ugyanabban, amiben Felix Mendelssohn, rendkívüli tehetség, öccsével együtt képezték. Tehát nála 5 évvel fiatalabb öccsével együtt képezték, zeneileg természetesen első percről alkotott ő is, hihetetlen zenei memóriája volt. Viszont atyai jó tanácsok több írásban megjelennek. Lényeg, hogy számodra csak ékesség a zene, Felix a zeneszerző lehet, de te nem, te zenélgethetsz, de az a léted alapja nem lehet. Viszont az is benne volt, hogy ők felső osztály, nagyon gazdag polgári család voltak, és hát így nem léphetett a nyilvánosságé, bár hát ugye Felix léphetett, úgyhogy a kettő furcsa módon másképp volt elbírálva. Viszont éppen ebből a felső osztálybeliségből következik, hogy ilyen vasárnapi koncerteket tartottak 1922-től, ahol a társaság rendszeresen megjelent, az előkelő társaság, és ezeket a koncerteket 31-től egy az egybe teljes mértékű szervezését átvette Fanni. Itt a ház, ez a régi ház, és itt a ház falán egy emléktábla is van, éppen emlékeztetve erre a vasárnapi koncert sorozatra, ahol rengeteg híres ember megfordult, és Berlin krémje igyekezett bejutni ezekre a koncertekre, mert privát koncertek voltak, csak meghívással lehetett bejutni. Fanni zongorázott, énekelt, vezényelt, és rengeteg művet, Bach, Handel, Beethoven műveket mutatott be, és néha a saját műveit is. Viszont a nagy nyilvánosság elé nem léphetett. Az első megjelent művei azok Felix neve alatt lettek kiadva. Felix így támogatta, ezt nem tiltotta az atyai szigor érdekes módon. Tehát 1928-ban az Opus 8-as dalciklusban van 3 dal, ami Fanni szerzeménye. Egy Goethe szövegre írt dalból szeretnék mutatni egy picit. Ez egy rég 80-as felvétel, kicsit recsegropok. Tehát ezt sokáig, utóbbi évtizedekig Mendelssohn műnek tartották, mármint hogy Felix Mendelssohn műnek. Kezdben ment férjhez. Egy nagyon harmonikus művészházassága volt. A fiúkat a 3 kedvenc zeneszerzőiről nevezte el, egyetlen gyermekük volt. És a férje verseket írt, amit megzenésített, a férje csak akkor tudott festeni, hogyha a Fanni zongorázta, szóval nagyon idilli a dolog, és a férje támogatta az önállósodási törekvését, de a család nem, mármint hogy az édesapja meg az öccse nem. Tehát csupa szépeket írnak egymásnak, nagyon szerető viszony van a családban, de nagyon erős a tiltás. Tehát anyának és háziasszonynak kell lennie. 1831-ben mégis megjelent egy dala, egy angol zenei újság mellékleteként, pont erre a Walter Scott Ave Mária szövegre, amit az előbb hallgattunk. Ebből egy picit mutatok. Ugye halljuk, ugyanez a millió, akkor felbontásos. De nagyon finoman cizellált zene. Közben kiteszem Mendelssohnnak a véleményét 37-ből. Szerintem kifejezetten nagyon szép, kidolgozott zenéről van szó. A következő darabnak a szövegező helyneves, a zenei élet, az inkább Schumanntól ismeri, a költő szerelmében feldolgozta ezt a dalt. Nem akarnám direktbe ehhez a történethez hozni, de mármint, hogy ezt a szomorú szöveget választotta, de azt tény, hogy Fanninak sokszor voltak depressziós időszakai, tehát őt megviselték ezek a küzdelmek a saját pályájáért, és hát ugye nyilván 35-ben az édesapjuk meghalt, ez is egy nagyon fájdalmas dolog volt neki.
Nagyon szép felvétel, de inkább tovább megyek, mert az időm megy. Picit elindítom, na jó, meggyőztek. És ezen a felvételen hallatszik egy ilyen állandó, finom, ritmikus lejtés. Azt mondanám, hogy szinte hallatszik rajta a barokk zenének az ismerete, mert hogy nagyon jól ismerte Bachot például. Ez 1939-ben egy itáliai utazáson vett részt a családjával, férjével és a gyermekével, majdnem egy éves dolog volt ez, és ott volt olyan időszak is, amikor egyedül maradt a kisfiával, és ez volt életének a legboldogabb időszak, ez az év. Tehát valószínűleg az elszakadás is, és ekkor komponálta a ma a legjelentősebbnek tartott darabját, legalábbis egyenlőre, lehet, hogy majd még kiderülnek mások. Ez a Dasziár című ciklus. Minden zongoradarabhoz tartozik egy vers is, és az az érdekes, és a férje illusztrálta egyébként ezeket a kottákat, és ezeket a kéziratokat. És az az érdekes, hogy Fanni azt mondta, hogy ezek a versek csak házi használatra valók. Tehát, hogy nehogy véletlenül valaki megtudja, csak a szűk család. Tehát, hogy benne működött ez az önkontroll, majdnem, hogy mondhatom, hogy öncenzúra, tehát, hogy azért van, amit esetleg még a szűkebb ismerősi kör meghalad, de vannak dolgok, amiket már nem. Tehát érdekes ez, hogy kialakul az emberbe ez a védekezés. És hát 1946 karácsonyára pedig úgy döntött, hogy a férje, vagyis hogy az öccse engedélye nélkül 3 opuszt kiad. És akkor Mendelssohn persze rendes volt, és utólag hát elfogadta ezt a tényt. A korabeli zongorán halljuk ezt. 1852-es Erard zongorán halljuk a szeptember tétel elejét. Ugye ábrázoló zene folyónál hullámzik, és folyik. Itt is persze akkordfelbontással, nagyon sokféleképpen lehet akkordfelbontással dolgozni. Nagyjából ilyen zongora hangzást kell elképzelni egyébként ebben a korszakban. Tehát Fanny Mendelssohn több mint 400 művet írt, és szerencsére elkészült egy komoly monográfia az életművéről 2009-ben. Egy Mendelssohn kutató készítette ezt az írást, és ez a címe, hogy A másik Mendelssohn. És ő azt állítja, hogy Fannynak a stílusa annyira egyéni, hogy még a bátyáitól is elkülöníthető, ilyen módokon, hogy például szabadabb formálás, merészebb harmonizás és intenzív tömörség jellemző a stílusára. A következő szerzőnek a nevét valószínűleg senki sem ismeri ebben a teremben, én legalábbis nem ismertem korábban, ebből indulok ki. Emily Meyerről van szó, aki egy olyan utat járt be, hogy tulajdonképpen ismert férfi közelsége nélkül, önállóan, sőt, soha férjhez sem ment, tehát önállóan kialakított egy zeneszerzői karriert. Félárva volt, édesanyja meghalt, mikor egész picike volt, egy egészen kisvárosban született, ahol édesapja viszonylag jómódú környezetet tudott teremteni, és nyilván kiskorától tanult zongorázni, de nagyon keveset tudunk erről az időszakról. Amikor édesapja öngyilkos lett, akkor döntötte el, ez az ő határozata volt, hogy zeneszerző lesz. És elment a közeli Szetinbe, ugye a mai Szecsin, ahol Karl Löwénél, a korszaknak neves zeneszerzőjénél elkezdett tanulni, aki le volt nyűgözve tőle, és javasolta, hogy menjen tovább Berlinbe, és ott keressen föl újabb tanárokat, úgyhogy Bernard Marx, aki Brahmsnak is egyébként tanára volt egy időben, és Wieprest tanították. 48-tól Berlinben privát koncerteket tartott saját házában, illetve ismerősei házában, és 1850-ben jött a fordulat, amikor a berlini udvari színházban
szerzői estet tartottak neki, a tanára Wieprecht a saját zenekarával mutatta be több művét, ez az EUTB társaságban az időben nagyon népszerű volt. Úgyhogy innentől kezdve befogadták őt a legmagasabb körök. Tehát gyakorlatilag saját magát föl tudta építeni, nyilván tanárai segítségével. A második tételét hallgatjuk egy picit ennek a zongora versenynek, amit ebben az évben írt. Szóval 1850, szép kiegyensúlyozott dallamosság, kicsit ilyen klasszikus hatású még, tehát nem érezzük nagyon modernnek 1850-ben, tehát inkább egy kicsit konzervatív, de rendesen, szépen, formásan megírt dallamokról van szó. Finom muzsika. És akkor az életműve látszik itt ezen a kijelzőn. Tulajdonképpen az a különleges az életművében, hogy nagyon nagyszabású művek, tehát 8 szimfóniát ír, 15 nyitány, nagy zenekari műveket, és ezen kívül sok minden más, tehát például operát is, és itt látható, hogy mi mindent még. A sikerei számosak voltak. Nagyon sokfelé utazott, többek között Pesten is volt koncertje, és mindenhol nagyon sikeres volt, úgyhogy saját magának szervezte a koncerteket. És még ráadásul virtuós sem volt. A Hámor szimfóniája a legismertebb, vagy a legeslegnagyobb sikert ezzel érte, 52-ben írta, és a berlini forradalomhoz szokták kötni. Ugye 48-ban azt mondták abban a bizonyos cikkben, hogy a női zeneszerzőkből hiányzik az erő. Hát ez a tétel, ez pontosan az erőtől duzzadt, tehát az erőt szugerálja, azért is vélhetik forradalmi műnek. És a kritika is pont ezt emeli ki, hogy végre egy zeneszerző, vagy íme egy női zeneszerző, 78-ban írják a Hámor szimfónia előadása kapcsán, hogy olyan valaki, aki képes zenekarra is írni, és ilyen nagyszerűen megoldja a zenekari kompozíció feladatait. Emily Mayerre azt lehet mondani, hogy a német romantika legelhivatottabb zeneszerzője, tehát az, akinek az egész életműve erről szól, tehát az egész élete erről szól, hogy építette magának ezt az utat. Emeltéként szobrász is volt, de nem volt például virtuóza, hogy az előbb is hangsúlyoztam. Ilyen nagyon kevés van a 19. században, hogy hangszeresen nem szokott fellépni. Ki szokták emelni Berlioz, meg Wagner, szóval van egy-kettő persze, meg mondjuk persze az operaszerzők azok ebbe a sorba illenek, de nagyon sokan a hangszeres ismertségük révén váltak ismert zeneszerzővé. Tehát rengeteg pénzt, energiát, időt áldozott a műveinek a menedzselésére, és hát élete végén valószínűleg kiment a divatból egy kicsit, úgyhogy egyre több veszteség érte, úgyhogy öregségére eléggé megkeseredett. Nem volt olyan hatalmi háló körülötte,
hogy a művét életben tudta volna tartani halála után. Tehát halála után egyáltalán nem játsszák. Ott vannak a művei a berlini könyvtárban. Ma is csak néhány tanulmány keletkezett róla. Most kezdi szülővárosa építgetni a kultuszát, úgyhogy lehet, hogy majd még hallunk róla hamarosan. És az utolsó szerző, akire ennél kicsit több időt szerettem volna szánni, Clara Schumann. Szerencsére Kláráról már 1985-ben megjelent egy nagyon alapos, átfogó monográfia, ami valószínűleg eredményezte azt, hogy 1990-ben az ő képe került rá a 100 márkásra. Úgyhogy legalább a nevét és az arcát mindenki ismerhette, akinek a kezén egyszer átment egy 100 márkás. Manapság sajnos ő körülötte is elkezdődik ez a pletykaszál. Az életében vannak olyan események, amikre ez épülhet. Tehát az első ilyen dolog, amire ez az Egy szenvedély rejtelme című életrajzi regény épül, az, hogy az ő nagy szerelme Schumann iránt. Ugye köztudomású, hogy úgy tudtak összeházasodni, hogy bírósági végzést szereztek be, mert édesapa nem akarta engedni ezt az egybekelést. Úgyhogy ezt a történetet dolgozza fel a regény. A másik pont pedig az, hogy 1853-ban megismerkedett a 20 éves Brahms-szal, akinek a tehetségét férjével együtt csodálták. És Brahms beleszeretett a nála 14 évvel idősebb Klárába, akit csodált, mint feleség, mint anya, mint zenész, és egész életükben egy nagyon intim, gyengéd barátság kötötte össze őket. Most persze erről is mindenfélét lehet mondani, és a filmnek a legszolidabb jelenetét választottam ki. Klára nagyon nehéz sorsú valaki volt. Zenész családba született, az édesanyja zongoraművész volt, az édesapja tanította korábban, mármint hogy Klára édesapja, tehát a későbbi férje tanította, és zongoristaként és énekesként is dolgozott. Öt gyermekük volt már, amikor ilyen menekülésszerűen elvált a férjétől. Tehát biztos, hogy nagyon súlyos dolgok lehettek abban a házasságban. A kislány, Klára, 5 éves koráig nem beszélt. Tehát itt azért nagyon-nagyon terhelt lehetett ez a kezdés. És azt mondják, hogy Klára előbb zongorázott, mint ahogy mondatokban tudott volna beszélni. Az apja, és a 3 gyermek az apjával kellett, hogy maradjon. Ez volt a rendelkezés. És nem engedte a láthatást édesanyjának. Tehát egy nagyon-nagyon súlyos kezdés. És ugyanakkor meg, mint tanár, mint zongoratanár, rajongtak Friedrich Wieckért, és a tanítása látszik Klára tevékenységén. Hihetetlen alapos sokoldalú tanítás. Hát itt fölírtam, hogy milyen szempontokra gondolt. Tehát például a napi séta, az el nem maradhatott, Klára egész életében ezt tartotta. És az önmenedzselés pedig azt jelenti, hogy ugye nyilván édesapja szervezte a koncerteket, de minden dokumentumot a kislánynak be kellett másolni a naplójába. Tehát, hogy megtanulja, hogy mi minden kell ahhoz, hogy egy koncert létrejön. Elképesztő sokoldalú képzés. 18 éves korától pedig egy valódi zongoraművész élet turnékkal, apukája vitte és menedzselte. 1840-ben, tehát ez az ominózus házasságkötés Schumannal, boldog házasság, ami tele volt szenvedéssel. Először is, hogy apjával szakítani kellett, mert édesapja nem tűrte el ezt a házasságot, és a férje pedig fokozatosan hullámokban egyre betegebb lett, és végül megőrült, és intézetbe került, és aztán meghalt. 8 gyermeke született ez alatt az idő alatt, az utolsó már úgy, hogy Schumann öngyilkossági kísérlete után. Tehát egy nagyon nehéz sors. Ez egy fénykép, daguerotípia az első gyermekével, Kláráról. Mindeközben a zongoraművészi pályája folyamatos és sikeres, elképesztő. A zongorázás királynőjének nevezték, mindenki dicsérte. Liszt egyenesen vetétársának tartotta. Ő volt az, aki Liszt után másodiknak vállalt olyat, hogy egész este csak egyedül van a színpadon, és egyedül zongoraestet ad. És volt, ahol azért is tartott a vetétársának, mert Kláráról lehetett tudni, hogy nagyon-nagyon sokszínűen zongorázott, tehát színes hangszíneket, különleges hangszíneket választott, és ezt a finomságot volt, ahol jobban szerették, mint a Lisztféle nagy volumenű virtuózitást. A Cémosz kercóját azt az első gyermeke születése után írta, de ezt most nem hallgatjuk meg. A legnevezetesebb műve egyébként ez a G-moll trió, amiben most mindjárt bele fogunk hallgatni. Ezt Fanny Henselnek akarta, Fanny Mendelssohnnak akarta ajánlani, de addigra már Fanny meghalt. Azt lehet mondani, hogy a zeneszerzés Klára számára
az első perctől és minden estől Schumannhoz kötődött. Kislány volt még, amikor beleszeretett Schumannba. Tehát tényleg kislány volt, az első szerelme, és az első segítője a zeneszerzésben. Tehát Schumann odaült mellé, és segített neki javítgatni a dolgokat, segített a hangszerelésben. Tehát együtt nőttek bele tulajdonképpen ebben a munkába. A férjével, amikor már a férje lett, akkor közös ellenpont tanulmányokat folytattak, ismerkedtek a barokk zenével, illetve titkos üzeneteket küldtek egymásnak. Tehát olyan motivumokat idézgettek, ami másnak nem volt jellegzetes, de ők tudták, hogy ez a másikra vonatkozik. Tehát egy ilyen szimbiózisban írták szinte a műveiket. És hát ugye a legfontosabb rész, hogy Schumann nem tudott zongorázni, mert hogy lebénult a keze, és ezért Klára volt az, aki a darabjait, mint a sajátjait a közönség elé tárta, mint nagyon híres és kedvelt zongoraművész. Ja, azt mondtam, hogy abba belehallgatunk, hát jó, akkor legyen. Nyilván érzékelték, hogy mennyire sokszínű volt ez a kis zenei anyag, amit bejátszottunk, tehát hogy több téma, ahogy egymásból fölépül, ez igazi, komoly zeneszerző, munka. Biztos senki nem mondaná meg, hogy egy női zeneszerző írta nyilvánvalóan, mert hogy egy teljes értékű darabról van szó. Szóval mondom, ezt manapság elég sokan előveszik. A zeneszerzést csak a férje haláláig folytatta, sőt, addig a pontig, amíg a férje teljesen leépült, tulajdonképpen bekerült az intézetbe. Az utolsó műve, ez a három románc, az opusz 21-es, ezt meg fogjuk hallgatni, de előtte elmondanám, hogy amikor meghalt Schumann, akkor gyászruhát öltött, és úgy folytatta a koncert tevékenységét, és innentől a művészet papnőjeként emlegették, ugye most már nem a zongora királynője, hanem a művészet papnője, és tehát megváltozott ez a szerep, hogy úgy mondjam, és egy mosolytalanság jellemezte, de végig ott maradt a koncertpódiumon. 69 évesen lett főiskolai zongoratanár, özönlöttek hozzá a növendékek. Tehát hihetetlen népszerű volt. Különösen Angliában volt nagyon népszerű, Angliából nagyon sokan jöttek, de egyébként is. Tehát tele volt növendékekkel, és nagyon alapos, gondos tanár volt, és nagyon fontosnak tartotta. Minden tanítványának elmondta, hogy ezt lehet tudni, hogy napi séta, tehát egészséges életmód tulajdonképpen, hogy ez mennyire fontos a zenész pályához, ezt mi itt, akik zenészek vagyunk, azt tudjuk. Rendezi és kiadja a férje műveit, tehát ez is egy ilyen nagyon fontos vállalkozása, haláláig gyakorlatilag ezzel foglalatoskodott. Ebben nagy segítségére volt Brahms,
De ez nagyon sok munka volt. Tehát ugye a kéziratban maradt anyagoknak a rendezése és kiadás alá igazítása, ez nagyon sok idejét vette el, és nagyon fontos munka volt a számára. Akkor meghallgatjuk ezt a három románcot, ezt szeretném végighallgatni, majd meglátom, hogy még belefér az időbe, de ez gyönyörű zene, ezt előre elárulom, hogy készüljenek. Egy picit nem tudjuk hangosabban? Magától értetődött, tehát hogy egy ABA forma, így szoktuk mondani, ez most valami közé lesz. Tehát akkor ennyire végighallgattuk csak meg, tehát lekevertem, de itt hallatszik, hogy visszajön, tehát itt kezdődött volna a visszatérés. Ez a legutolsó, mondjuk a három románcból ez csak az első természetesen, amiből belehallgattunk, de hát látjuk, hogy milyen szintig jutott el a komponálásba, milyen fantasztikus szintig jutott el a komponálásba. Clara Schumann élete tele van zenei sikerekkel. Egy nagyon-nagyon kiteljesedett zenei tevékenység az egész élete, minden, akármerre nézünk a zene, bármilyen területén hihetetlen, izgalmas és aktív tevékenység, és közben teli tragédiákkal az élete. Tehát egy nagyon borzasztó kettősség ez. Nagyon sokan fognak még arról írni és gondolkozni, hogy vajon miért hagyta abba a komponálást. Azt mondja most a kutatás, tehát leginkább ezt lehet olvasni, hogy a gyermeke és unokai megsegítése ugye számosan voltak, és hát a koncertekkel jól lehetett pénzt keresni, és hogy kellett őket támogatni. De szerintem vannak itt más felvetésnivalók. Tehát nekem még az is fölmerül, hogy esetleg a gyász része maga. Tehát maga az, hogy ez a tevékenység annyira Schumannhoz kötődött, hogy nem úgy érezte, hogy egyedül nem folytathatja. Aztán tulajdonképpen még sok-sok minden fölmerülhet, minden esetre nagyon talányos, hiszen látjuk azt, hogy rendelkezésre állt a saját szoba, a némi pénz is,
és a hatalom is tulajdonképpen a tudás révén is, meg a kapcsolatai révén, az egész világ a kezébe volt szinte, tehát egy nagyon sikeres valaki volt, és mégis abba hagyta, amikor már ilyen szinten állt. Szóval ez egy nagyon talányos dolog. Mindenesetre maradt ez a 21 opusz, amit ismerünk, és 1970-től megjelent már 100 lemeze, mármint, hogy 100 lemezen a művei, és egyre több kottáját lehet elérni, úgyhogy valószínűleg ezt a 21 művet ezt egyre többen megismerhetjük. Összegzésképpen. Hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy a mai estén azt láthattuk, hogy egy férfi zeneszerző, meg egy női zeneszerző lényegében nem különbözik egymástól. Tehát ahogy vannak jó férfi zeneszerzők, meg rosszak, ugyanígy vannak jó női zeneszerzők, meg rossz női zeneszerzők. És lehet azt mondani, hogy hiszen a férfiaknak sem feltétlen maradnak fönn, férfi zeneszerzőknek sem feltétlen maradnak fönn, még akár a legjobb műve is se, ugyanezt történik a női zeneszerzőkkel. Hiszen, meg ugye szokták mondani, hogy haben sua fata libelli, tehát hogy a könyveknek, a műalkotásoknak megvan a maguk sorsa. Csak hogy, ugye az kétségtelen, hogy a női zeneszerzők sokkal kevésbé tudták érvényesíteni a szándékukat és az akaratukat, és egyáltalán a műveiket. Úgyhogy van annak létjogosultsága, hogy most különös tekintettel visszalapozzunk és megnézzük ezeket a műveket. És akkor innentől kezdve van az, hogy végül úgyis a recepció, az utókor, tehát tulajdonképpen a közönség dönt. Úgyhogy most van az, hogy mi kutatók, mi zenészek, tegyük meg az első lépést, és segítsünk ezeknek a gender elemélet miatt sikeressé váló kutatásoknak, és hát egyáltalán az érdeklődésnek. Vegyük elő ezeket a műveket, és tegyük hallhatóvá, mert hogy a zene csak is úgy tud értékelhetővé válni, hogyha elhangzik. Játsszák, vegyük elő, és akkor majd a közönség előbb-utóbb eldönti, hogy kell neki ez a zene, vagy nem kell, hogy tovább él, vagy nem él tovább. Úgyhogy ez az a pont, amikor most itt van a lehetőség, hogy ezeket a műveket elővegyük és játsszuk. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen docens asszony előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Tarkó Klára, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar főiskolai tanára tartja meg Nos, ők is kisebbség, hatalom nélkül a mindennapokban című előadását. Várjuk szeretettel Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!